A múlt század első negyedében, 1920-ban alapította meg Horthy Miklós Magyarország kormányzójaként a vitézi rendet. A célja az volt, hogy létrehozzon egy külön társadalmi csoportot azokból a személyekből, akik az első világháború idején kitűntek a nemzet szolgálatában, utána pedig a forradalmak idején ellenforradalmi magatartást tanúsítottak. Szekszárdon 141 ilyen személy volt. Most nekik állítottak emléktáblát a Tolnai megyeszékhely határában, a siófoki körforgalomnál. Kovács János, a lezredes, a hagyományőrző Tolna megyei parancsnokat gyűjtötte össze, levéltárba és a kódexba. Mivel van egy kódex, 1920 és 1938 között vitézek névsora benne van országosan, és a János kigyűjtötte a szekszárdiakat. Így jött az emléktábla állításának ötlete. Nagy Lajosnak nem ez volt az első hasonló kezdeményezése. Korábban Harcon már állított szobrot Horthy Miklósnak is. Azt mondja, az ősök iránti tisztelet fontosságát nagyapjától tanulta. Meg kell emlékezni a hősökről. Nagyapámnak is ez volt a szelleme, így tanított, ő is vitéz volt, hogy fiam, azokról mindig emlékezzetek meg. Azok voltak a hősök. A most átadott emléktábla az év minden napján szabadon látogatható.